Köszöntöm nézőinket, önök a Hír Háttér című műsort látják itt a Moson Magyaróvári Városi Televízióban, és köszöntöm az Éltes Iskola Intézmény vezetőjét, Vargán Éder Etelkát. Az apropó pedig az, hogy nemrég volt egy konferencia, amelyben megünnepelték, hogy 65 éves a gyógypedagógiai oktatás nevelés itt Moson Magyaróváron. Ha egy gyors felszámolást végzünk, akkor 1948-at kapjuk meg, és egy levéltári iratból arra emlékszem, hogy akkor a piarista iskola termeiben kezdődött el a gyógypedagógiai oktatás. 65 év hosszú idő az elődök munkájából, sok mindent lehet tanulni. Hogy összegezni, mint intézményvezető ezt az elmúlt 65 évet? Már amennyire egy ilyen negyed órás beszélgetés keretében ezt lehet összegezni? Azt gondolom, hogy a 65 évet valóban nehéz néhány percben összefoglalni, de egy fejlődési ívet mindenképp fel lehet rajzolni. Amikor 1948-ban megalakult ez az iskola, amely gyakorlatilag egy gyógypedagógiai iskola volt, akkor néhány osztállyal és 8-10 fős tantestülettel kezdte meg a munkát ez az intézmény. Ahogy teltek az évek, a magyarországi gyógypedagógiai intézmények fejlődéséhez hasonlóan Moson-Magyaróváron is átalakult, fejlődött, nagyobbá vált, népesebbé vált ez az iskola. Elnevezését tekintve kisegítő iskola lett, s majd kisegítő iskolából a 70-es évek végén, a 80-as évek elején általános iskola, és aztán egy ugrás, és már is eljutottunk napjainkig. Bár ez az ugrás, ez nem olyan egyszerű, hiszen az eltelt évtizedek alatt komoly fejlődés ment végbe. Az első igazgató Horváth Frigyes úr volt, aztán követte őt a 60-as évek végén Henz Géza igazgató úr, majd a 80-as évek végétől Imréné Bertalan Gabriella. Mindegyikük nevéhez fűződik valami komoly dolog, és egy korszakot fémjeleznek tulajdonképpen a tevékenységükkel. Horváth Frigyes az alapító. Henz Géza az igazgató volt, aki kiteljesítette és a látókörébe kerülő gyógypedagógiai ellátást igénylő gyerekeket behozta az iskolába. Imréné Bertalan Gabriella pedig az volt, aki kisegítő iskolából egy komoly, szinte minden igényt kielégítő iskolát alapított, illetve megkezdte ezt a folyamatot. Azt gondolom, hogy az elmúlt 10 év ennek a folyamatnak a kiteljesedése, hiszen most már elmondhatjuk, hogy egy olyan gyógypedagógiai központtá váltunk, amely igyekszik lefedni minden sajátos nevelési igényt, amely a látókörébe kerül, amelyre kötelezettsége van, illetve amelyre igény mutatkozik. Ha megnézzük, nem csak moson-magyaróvári diákok tanulnak ott, hanem az egész járást lefedi ez az intézmény, pont a térségi társulási ülésen is szóba került ez, hogy ugyan még ha nincs is valamelyik településnek olyan lakója, aki igénybe kell, hogy vegye ezt a szolgáltatást, a településeknek azért gondoskodniuk kell róla, és hát közel távolban mondhatjuk azt, az Éltes iskola az, amelyik ezt el tudja látni. Természetesen Győr is itt van, de hát azért az utazás szempontjából nem egyszerű. Így van, Moson-Magyaróváron az Éltes iskola gyakorlatilag beiskolázási körzetét tekintve a jelenlegi tankerület, de mondhatjuk úgy is, hogy a járás területén lévő településeire vonatkozik, tehát ez a beiskolázási kötelezettség. Így hát a Moson-Magyaróvár környéki falvakból is járnak hozzánk tanulók. Ahogy az elmúlt évek statisztikája mutatja, általában mindig fele, vagy valamivel picit kevesebb a vidéki gyerekek száma, mint a városiaké. Természetesen minden sajátos nevelési igényt nem tudunk ellátni. Vannak olyan speciális esetek, amelyben valóban szükség van Győr közreműködésébe, de azt mondom, hogy egyre teljesebbé válik, így a szülők valóban megkímélhetik magukat és a gyermeküket attól, hogy 40 km távolságra vigyék ellátásra a gyermeküket. Említette a beszélgetésen, hogy 8-10 pedagógussal indult az iskola. Most hány oktató van, nevelő, ugye ez egy komplex fogalom az ottani pedagógusoknak a munkája, illetve hány ellátott, hány sajátos nevelési igényű diák jár oda az iskolában? Ha az elmúlt 5 évet vesszük, akkor 160 és 180 közötti a tanulók létszáma. Azért mondok ilyen tólik határokat, mert a tanuló létszám az évközben is változik, rendszerint növekedik.
Tudnilik, ennek hátterében az van, hogy a gyerekeket, akiknél valamilyen tanulási probléma fölmerül valamilyen sajátos nevelési igény, valamilyen speciális szükséglet, tehát hogy évközben is vizsgálják őket, legyen az szeptember, legyen az október vagy április, és amikor megszületik a diagnózis arra vonatkozóan, hogy hozzánk kerül, és ott sajátos nevelési igénynek megfelelő ellátást kap, az lehet az év bármely szakasz, nekünk fel kell venni. Ilyen módon, amikor elindulunk mondjuk 160 évelején, előfordul bizony, hogy 168, esetleg 172 gyerekkel zárjuk a tanévet. Azt mondom, hogy ez a 160-tól 180-ig terjedő átlag általában teljesül. A létszámot tekintve volt egy hullámvölgy 2005-2008-tól indulóan, ami mostanra kezd egy kicsit visszafordulni. Ez a hullámvölgy azért alakult ki, mert előtérbe került az integráció, és sok olyan kisgyermeket integráltak a többségi intézményekbe, akiknek mégis inkább hasznosabb volt az olyanfajta gyógypedagógiai ellátás, amit mi tudunk biztosítani, tehát a folyamat megfordult, és újra egyre több beiskolázandó gyermek van már alsó tagozaton, és aztán később érkeznek felsőbe is. Annak megfelelően, hogy ilyen magas a létszám, és hogy a speciális nevelési igény több munkatársat kíván meg, ennek megfelelően a tantestület létszáma is növekedett az elmúlt években, sőt, idén tovább növekedett, hiszen a teljes ellátást a tankerületre, azaz a járásra kell biztosítanunk, és emiatt több szakemberre volt szükségünk. 47 gyógypedagógus dolgozik intézményünkben, és további 17 fő, akik a gyógypedagógiai munkát közvetlenül segítik, tehát gyógypedagógiai asszisztensek vagy gyermekfelügyelők. Kicsit tegyük tisztába, hogy még kikkel is foglalkoznak, hisz a régi elnevezése sokakban még mindig él, hogy kisegítő iskola. A gyógypedagógiának is sokak számára lehet egy negatív attitűdje ennek a szónak. Kik járnak oda, milyen sajátos nevelési igényű diákokkal kell önnek és a munkatársainak foglalkozni? Ha nem is mind a 160-172 gyereket, de valamilyen szinten biztos, hogy lehet őket csoportosítani. Így van, lehet. A sajátos nevelési igény egy gyűjtő fogalom, és nagy szükség van arra, hogy tipizáljuk, vagy csoportosítsuk őket, hiszen ettől függ, hogy milyen speciális ellátást kapnak, vagyis, hogy milyen gyógypedagógiai módszerekkel, esetleg terápiákkal tudjuk eljutatni őket arra a szintre, ahová a képességeik lehetőséget nyújtanak. Így hát a mi iskolánk annak idején, amikor kisegítő iskola volt, akkor enyhe fogban értelmi fogyatékos gyerekek ellátásával foglalkozott. Ez abban nyilvánul meg, hogy lassabban fejlődnek a tanulási képességeik, esetleg a magatartásukban is mutatkozik némi változás, bár ez nem számottevő. Tanulási képességeiket tekintve azonban igen, eltérő. Aztán, ahogy teltek az évtizedek, úgy kibővült a mi ellátotti körünk, és már nem csak az enyhe fogban sérült értelmi fogyatékos gyerekeket látjuk el, hanem a középsúlyos vagy a súlyosabb fogban értelmi fogyatékosokat is. Az elmúlt 5 év tendenciája az, hogy ellátjuk az úgynevezett érzékszervi fogyatékosokat is, tehát azokat a látás, hallás fogyatékosokat, akiknél egyéb tanulási probléma is felmerül, már befogadjuk és el tudjuk látni. El tudjuk látni azokat az enyhe fogban vagy középsúlyos fogban értelmi fogyatékos gyerekeket, akiknél ehhez a fogyatékossághoz mozgássérülés is társul. Tehát azt mondom, hogy elég színes és széles az a paletta, ami a mi munkánkat meghatározza, hogy milyen ellátást kell nyújtanunk. Igazából a végső cél az, hogy mindent itt helyben el tudjunk látni, és egy olyan gyógypedagógiai központtá váljunk, amely minden szakember jelenlétével képes ellátni bármilyen gondot. Az elnevezésre vonatkozó emberi attitűdök egy nagyon fontos kérdés. Azt gondolom azonban, hogy ez már társadalmi kérdés, viszont nem zárja ki, hogy egy gyógypedagógiai intézmény tudjon tenni,
ennek a társadalmi attitűdnek a megváltozása érdekében. Azt gondolom, hogy Magyarországon az integrációs törekvések és folyamatok, hát jó 10 éve mondjuk, hogy megindultak 2003 óta intenzívebben, és ez nem csak a gyógypedagógiai intézményekben hozott változást, hanem azt gondolom, hogy a társadalmi megítélés szempontjából is van már pozitív hozadéka annak, hogy igyekszünk úgy kezelni a dolgot, ahogy azt kell, vagyis, hogy teljes értékű állampolgárok, a társadalom és az emberek része, bármilyen fogyatékossággal élő embernek ugyanolyan jogai vannak. Ebben mi is igyekszünk. Ez talán egy nyitást is jelent, nem? Tehát, hogy mondjuk van az iskolának egy ünnepsége, amikor bemutatkozhatnak ezen, mi is azért is szoktunk venni, tehát akár tudósítást adunk arról, hogy milyen szakmai munka folyik ott, és hogy milyen tehetségesek ők, természetesen, ugyan mondtad, hogy a maguk módján, de például szoktak ők sétálni, és akár mondjuk a mosoni piac felé lehet látni, tehát nem egy bezárt intézmény hatalmas sövénnyel elkerítve, rácsokkal, stb., hanem több városi rendezvényen is részt vesznek, vagy csinálnak olyan programokat, ahol kijönnek a városba. Így van. Mi olyan szemlélettel próbáljuk élni az életünket és a mindennapjainkat, hogy az ajtó nyitva van. És ahogy éppen a 65 éves jubileum kapcsán rendezett konferenciánkon mondtam a megnyitó beszédemben, nem vártuk meg, hogy ránk nyissák az ajtót, hanem mi nyitottuk ki, és ha már nyitva van, akkor ki is jövünk rajta, és be is engedünk rajta bárkit. Úgy gondolom, hogy mit tehetünk a legtöbbet talán a törvényen, a rendelkezéseken túl azért, hogy elfogadják a sajátos nevelési igényt, és az azzal való együttélést. Igen, jelen vagyunk a város életében, lehetőség szerint a város, a járás, a megye rendezvényein részt veszünk, és a hétköznapokban is kimozdulunk bátran, és a mondjuk 25-30 évvel ezelőtti bezárkózottságnak már nyoma sincs. Nyilván akkor annak is megvolt az oka, nem csak társadalom lélektani értelemben, hanem szakmai értelemben is, ott az óvás, a féltés, és azok a belső abszolút pozitív körülmények, amelyeket biztosítani tudtak, úgy vélték akkor, hogy az szolgálja legjobban a gyerekek érdekeit. Mára már ez felülíródott, és mi ennek megfelelően igyekszünk ellátni a tanítványainkat. A szakmai napon elhangzott az is, hogy az ott dolgozó gyógypedagógusok sokszor hát nem is túlterhelik magukat, de kevés idejük van arra, hogy önmagukkal is foglalkozzanak, regenerálódjanak. Mennyire nehéz, hisz ez egy teljesen, mondhatjuk, hogy speciális hozzáállást igényel. Tehát a pedagógia amúgy is egy olyan hivatás, ahol sokkal többet kell adni, de a gyógypedagógia kívülállóként legalábbis úgy látszik, hogy még többet, még nagyobb türelem kell, még nagyobb empátia, még több időt kell szánni arra, hogy az ember felkészüljön, és ugyanakkor nagyobb kihívásokkal kerül szembe. Hogy tudja ön és a munkatársai azt, hogy ugye egy pedagógus se tudja letenni a lantot, amikor kilép az iskola kapuján. Hogy tudják azt megtenni, hogy töltekezzenek, hogy ne égjenek ki, és ne zuhanjanak össze, vagy nagyjából valami hasonló is elhangzott ezen az előadáson? Azt gondolom, a pedagógus foglalkozás az már csak ilyen, és szándékkal nem használok szakma szót, hanem inkább hivatást mondanék, mert különösen a gyógypedagógusok esetében szükség van egyfajta elhivatottságra, amely a pályára visz, vagy a pályán tart bennünket. Igen, valóban minden pedagógust és a gyógypedagógust különösen fenyegeti a túlterheltség vagy a kiégés veszélye. Nyilvánvaló, hogy közösségként próbálunk ez ellen tenni, illetve talán mindenki meg tudja találni magának azokat a feltöltekezési lehetőségeket, amelyek módot adnak arra, hogy másnap ugyanúgy aktívan és motiváltan be tudjon jönni dolgozni. Valóban mi magunkkal dolgozunk, így mondjuk, hogy a saját lelkünket, a saját szívünket, és egyébként a tudásunkat nyilvánvalóan tesszük bele abba, hogy a sajátos neveliségű gyermekeinket fejlesztjük, és megpróbáljuk kihozni belőlük mindazt, amit a képességeik lehetővé tesznek.
Ez nem könnyű, ugyanis a visszacsatolás és a visszajelzés nem ugyanolyan, mint egy többségi intézményben. Sokkal nagyobb jelentősége van az apró, pici kis sikereknek, és azok nem is biztos, hogy minden nap jönnek. Lehet, hogy egy hetet, vagy pedig hónapokat kell rá várni. Azonban, hogyha ezt így tervezzük meg, és lélekben így átgondolva állunk neki ennek a feladatnak, akkor ez megy, mert a türelem kitart, és a remény az ott van, hogy igen, majd ha nem holnap, akkor holnap után, ha nem holnap után, akkor majd jövő héten, de megjönnek azok az eredmények, amelyeket várunk, és amelyeket mondjuk szeretnénk elérni a gyerekekkel. Egy szülő mennyire tudja elfogadni, hogyha szakemberek úgy értékelik, hogy valakinek az önök intézményébe kell, vagy hasznos lenne ott folytatni a tanulmányait? Ez nagyon változó. Gondoljunk bele abba, hogy van egy házas pár, aki elhatározza, hogy gyermekük születik, és boldogan várják a baba megszületését. És amikor a baba megszületik, és már mondjuk a születés után kiderül, hogy valamilyen komoly gond van, mert mondjuk agyvérzést kapott, mert mondjuk agyhártyagyulladást kapott, aztán valamilyen gond van a szülés körül már. Tehát lényeg az, hogy mondjuk egy héten belül kiderül, hogy komoly gond van, és nem úgy fog fejlődni a baba, ahogy egy egészséges baba fejlődik. Ugyanez a helyzet, hogyha ez egy év múlva derül ki, és gondoljuk, próbáljuk meg átélni azt, hogy milyen érzés ez a szülőnek, aki rákészült arra, hogy gyermeke lesz, aki rákészült arra, hogy egy egészséges gyermeket nevelni fog, és kiderül, hogy nagyon komoly gond van, és nagy az eltérés attól, amire ő várt. Ez hosszantartó folyamat, amíg a szülők ezt el tudják fogadni. Azt gondolom, a gyógypedagógusoknak segíteni kell abban, hogy ez az elfogadási folyamat menjen, méghozzá úgy menjen, hogy a szülőnek kellő időt kell hagyni erre, de előbb-utóbb mégis reális képet kell kapnia. Azt gondolom, hogy az orvosoknak, a védőnőknek, s később a tanulási képességeket vizsgáló bizottsági tagoknak is komoly felelőssége van abban, hogy hogyan készítik erre föl a szülőket, és hogyan fogadtatják el ezt. Ez a folyamat folytatódik nálunk, amikor a gyermek hozzánk kerül, és nem úgy kerül hozzánk, hogy a szülőben ez a folyamat már lezajlott, nekünk tovább kell segíteni. Talán a társadalomnak, a szomszédoknak, munkatársaknak is nagy szerepe van. Nem, hogy ne sajnálóan, jaj, szegényként hallottam, mi történt veled, hanem pozitív, erősítő mondatokkal próbálják segíteni. Biztos, hogy nagy jelentősége van az egész környezetnek, ez kétségtelen. Az emberek azonban sokszor nem rossz indulatból nem tudnak segíteni, vagy nem akarnak, vagy nem mernek segíteni, mert nem tudják, hogyan kell ezt a helyzetet kezelni, és éreznek indítatást, hogy valamit csináljanak, és valamit szóljanak, csak hogy nem tudják, hogy mit. És ezért inkább igyekszenek elkerülni ezeket a szituációkat. Pedig nagyon egyszerű. Lehet, hogy annyi csak a megoldás, hogy szomszédként, amikor sétáltatja a gyermekét, és látható probléma van, akkor oda megyek hozzá, és megmondom neki, hogy látom, hogy gond van. Nem tudom, hogy tudok-e segíteni, de szívesen megteszem. És nagyon aranyos, és valószínű szerencsés, hogy ide született ez a gyermek, mert ti jó szülei lesztek. Azt hiszem, hogy kezdő beszélgetésnek ez bárkinek jó lehet, és aztán innen lehet tovább építkezni. Nagy költözéseken ment át ez az intézmény, az elmúlt 65 év alatt több épületben is volt. Most, hogy a 2000-es években bezárt Bartók iskola hátsó szárnyában találtak helyre, nem tudom, elférnek ott elegendő a hely? Hát az a sok-sok költözés 2004-ben ért véget, akkor kerültünk ebbe az épületbe, és mostanra elmondhatom, hogy igen, elférünk. Kicsit szűkösen vagyunk, de ez az épület fizikai adottságaiból adódik, amivel sajnos úgy tűnik, hogy most nem lehet mit kezdeni, ugyanis a meglévő 55 négyzetméteres tantermeket ketté választották, 27 négyzetméteres tantermek alakultak ki, mivel nálunk alacsony az osztálylétszám, de hát nem mindig 10-12 gyerek van egy osztályban, és bizony, ha ennél magasabb a létszám, akkor az a 27 négyzetméter egy picit szűk. Ezt azonban el kell fogadnunk, mert a panelszerkezetes épület átalakítását nem lehetett másképp megoldani. Úgy gondolom azonban, hogy minden olyan helyiség a rendelkezésünkre áll, amely a megfelelő ellátást biztosítja. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, kedves nézőinknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!